Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig az űrös műsor, vagyis a Szokolébresztő. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Egyedül jelentkezem a stúdióból ezen a gyönyörű hétfő reggelen, ami 2023-ban van. Ugye ilyen még nem volt, hogy 2023-ban volt Szokolébresztő, úgyhogy ez ennek apropóján boldog új évet szeretnék mindenkinek kívánni. Ráadásul a január 9-e az arról is nevezetes, hogy állandó szakértő vendégünk Pál Andrásnak a születésnapja, de ráadásul ez egy nagyon fontos dolog, mert egyébként geek körökben különösen lényeges a 42. születésnap, és most ő pont ezt ünnepli. Ugye a Douglas Adams kultúrköréből, ugye a Galaxis úti kalauz stopposoknak ból jól ismert ugye válasz az életre, a világ mindenségre és mindenre, ugye általában a 42. Ráadásul ugye Andris azt is felfedezte, hogy ez konkrétan azt jelenti, hogy exaktul 15.340 napos. Tehát ő ma éppen 15.340 napja startolt az anyamékből, úgyhogy hát ennek körülményre ezután is üdvözöljük, tehát igazoltan van távol. Werner Norbi barátunkkal szoktuk egyébként kibeszélni évelején azt, hogy milyen aktuális űresemények vannak. Hát ez idén se lett volna másként, de neki is időpontja volt valahova, tehát ezért aztán azt mondta, hogy ő majd egyszer jön, de nem ma. Én viszont most gondoltam, hogy hát azért most azért valamennyire egyedül is el tudom mondani, hogy mi várható 2023-ban az űr tevékenységben, hiszen hagyományosan még egyszer ugye ezzel szoktuk indítani az évet, hogy ezt megbeszéljük, és hát akkor gondoltam, most se lesz ez másként, úgyhogy bizony ennek szellemében készültem valamelyest fel, de hát azért szerencsére van annyi interaktivitás a dologban, hogy remek ötletek jönnek levélben, meg kérdések, meg ilyesmi, úgyhogy azért abból ma is szemezgetni fogunk, plusz persze majd bekapcsolom a telefont is. Egyébként az e-mailek ugye a szokolébresztő@gmail.com-on keresztül szoktak befutni, ahol továbbra is várom a jobbnál jobb hozzászólásokat és kérdéseket. Persze nem real time-ban, tehát azért annyira nem vagyok menő, hogy a jegyzeteimet nézzem meg az e-mail fiókokat is egyszerre. Ugye erre lesz majd a telefon, de hogy mondjuk tök jó témajavaslatok meg ilyenek jönnek be, és én ezeket folyamatosan nézem, csak nem mindig reagálok azonnal, de ez van és lesz, és mind, hogy mondjuk csak közönségkapcsolati csapatunk dolgozik a problémán, ugye. Na. Viszont ez a 2023-as év, ami elkezdődött, ez biztos érdekes lesz, bár a 2022-t az űrtevékenység szempontjából elég nehéz lesz überelni. Ugye az évzáró adásunkban Detre Őrs volt a vendég, és akkor azon ömlengtünk, hogy milyen gyönyörű tudományos eredményeket, és milyen izgalmas hát mérnöki problémákat okozott 2022-ben a James Webb űrtávcső, ami mindenképpen a tudományos technikai szenzációja volt az évnek. Annak ellenére persze, hogy az még ugye 2021 legvégén indult, tehát karácsonykor, tehát mire az egész szépen kibomlott, meg odaért a 1,5 millió kilométerre levő állomás helyére, meg elkezdte a megfigyeléseket, az bőven 2022-ben volt, tehát ez biztos, hogy az egyik csúcspontja volt az évnek. Azt mondta egyébként a NASA vezetője, a Bill Nelson, a NASA, hogy hívják ezt, hát adminisztrátor, de ez nem mondjuk igazgatónak talán, hát biztos, nem mondjuk igazgatónak. Tehát a NASA igazgatója mondta, hogy hát később úgy fogunk 2022-re visszagondolni valószínűleg, mint hát az űrkutatás, az űrtevékenységnek az arany évére, a Golden Age, vagy aranykorára, Golden Age of Space Exploration, tehát azt mondta, hogy de hát végül is tulajdonképpen ebben nincs is annyi túlzás, mert hát végül is tényleg azért az év végére elég jól összeszedte magát ez az év, annak ellenére, hogy persze borzasztó dolgok történtek, ami hát a világpolitikában mindenképpen, de hát az ugye például az orosz-ukrán konfliktus, mondanunk sem kell, hogy hát igencsak rányomta a bélyegét erre a dologra az űrkutatás területén is. Igazából ahhoz képest egyébként meglepőnek tűnik, hogy
Ugye, amikor kitört a háború, március, vagy február 24-én tört ki, és akkor nem sokkal utána márciusban Werner Norbival volt egy olyan adásunk, amiben kifejezetten azt bogozgattuk, hogy most mi lesz a nemzetközi űregyüttműködésekkel. És akkoriban olyan durva szájkaratézás ment, hogy bizony még az sem tűnt egyáltalán lehetetlennek, konkrétan, hogy az orosz űrügynökség azóta elmozdított akkori vezetője, Dmitrij Rogozin miket írt ki a Twitterre, aki hát ugye gyakorlatilag egy főállású trollként funkcionált, vagy hát nyilván ezért nem ez volt a főállása, de tehát a hivatalos accountját használva trollkodott, így értem a főállású troll, tehát hogy olyanokat írt, gyakorlatilag a Twitteren fenyegette meg hát a nyugati világot tulajdonképpen, hogy hát nekünk nagy rakétáink vannak, úgyhogy nem árt, ha vigyáztok, meg ilyenek. Tehát tényleg minősítetlen dolgokat művelt a csávó. Nem tudom, amúgy ezért mozdították-e el. Lehet, hogy az már Putyineknak is sok volt, amiket álmok futott a Rogozin, nem tudom. De tény, hogy amiket beírt annak idején, azok alapján simán, hát ez is meg egyszer az orosz űrügynökség vezetőjéről beszélünk, nem egy akárkiről. Tehát a korábbi védelmi miniszter helyettesről, vagyis mi, tehát hogy ez egy komoly figuráról a maga nemében, és hát amiket írt az alapján nagyon úgy tűnt, hogy hát itt az ISS-nél is olyan értelemben vége lesz a bulinak, hogy itt amilyen hamar csak lehet, az oroszok elmennek onnan és becsukják a boltot. És ehhez képest egyébként nagyon úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet. Az oroszok továbbra is olyan update-eket szereltek fel az űrállomás moduljaikra, ami még további 5 évig minimum lehetővé teszik a használatát, ami hát minimum jelzésértékű, de ráadásul az is van, hogy még az sem szakadt meg, az együttműködés az orosz-amerikai viszonylatban, hogy amerikai űrhajósok mennek föl orosz űrhajókkal, és orosz űrhajós megy föl amerikai űrhajóval. Tehát ez mind megtörtént 2022-ben a háború kitörése óta. Úgyhogy ilyen értelemben meglepően, tehát nyilván van valami feszültség, biztosan érezhető a hétköznapokban is, de az ISS az úgy tűnik, hogy az egy olyan dolog, hogy abban egyet értenek legalábbis az oroszok és az amerikaiak, hogy együttműködnek. Hát az Európai Ürügynökség is ugye tulajdonképpen rá van utalva, tehát az ISS-en mindenki egymásra van utalva, természetesen, hát a nemzetközi űrállomás koncepciójának pont ez a lényege, hogy ott aztán mindenki egymásra van utalva. Például gondoljunk arra, hogy az Európai Ürügynökség által kifejlesztett új robotkar, ami az ISS-nek az egyik legfontosabb ilyen kis hát külső keze tulajdonképpen, az ugye 2021-ben ment föl egy orosz modulon, a Naukán, és hát tehát ebből is látszik, hogy elkerülhetetlen az együttműködés, hát ezek a dolgok konkrétan egybe vannak építve. Tehát, hogy ennek ellenére egyébként az ISS-en túlmenő nemzetközi együttműködésekre azért igencsak rányomta a bélyegét a háború. Sokszor elkeseregtük már ebben a műsorban, hogy például kis kedvencünk az Európai Ürügynökség és az orosz ürügynökség által közösen kifejlesztett életkereső űrszonda, ami 2022 végén indult volna Mars felé, az ExoMars Lander, aminek lett volna a Rosalind Franklinről, a DNS társ felfedezőjéről elnevezett rover, ami közlekedett volna a Marson, jó mélyre lefúrt volna, és életnyomokat keresett volna. Csodálatos küldetés lett volna, hát ez nem lesz, illetve hát valami talán lesz, de nagy a bizonytalanság, mert az biztos, hogy az oroszokkal együtt nem lesz. Most az oroszok csinálták volna a leszálló egységet ahhoz. Az Európai Ürügynökség magát ezt a hatkerekű járművet építette volna, de ezt valamivel el kell juttatni a Marsra. Ezt a ruszkik meg is építették az ehhez való leszálló egységet. Egyébként kalandos előtörténete van ennek a küldetésnek. Tehát, hogy eredetileg az pont úgy lett volna, hogy az ESA a NASA-val együtt csinált volna egy ilyen leszállást. Tehát amikor én először láttam bemutatva ennek az űrszondának a terveit, még valamikor 2007-2008 környékén, akkor egyértelműen arról volt még szó, hogy az amerikaiakkal együttműködve csinálják, és konkrétan ugyanazzal a leszálló rendszerrel, vagy ahhoz nagyon hasonló leszálló rendszerrel, amit Sky Crane-nek hívnak, ami a nagy amerikai marsjárókat, a Curiosity-t meg a Perseverance-t is eljuttatta a Marsra, ami egy olyan leszállási módszer, aminek a végén tulajdonképpen rakétákkal van egy fékezés, tehát egy szuperszonikus ejtőernyővel, majd fékező rakétákkal lassítják a leszálló egységet, majd aztán egy ilyen bungee jumping-szerű módon egy kötélről lebocsátják a felszín közelébe magát a rovert, vagyis a járművet, és akkor az tulajdonképpen a kerekeire érkezve száll le.
Tehát semmiféle konkrétan olyasmi, hogy leszáll valami, és abból kigördül, nem? Hát konkrétan lelógatják a felszínre egy kb. Helikopterszerűen valamilyen magasságban lebegő rakéta ágykeretről tulajdonképpen, ami ott jó magasan ott van, aztán gyorsan elrepül fölüle, hogy rá ne pottyanjon, és akkor leesik pár száz méterrel arrébb, tehát ugye ez volt a történet. Na, ilyen terveztek eredetileg az ExoMarsra, de aztán a NASA-nak úgy tűnt, hogy nincs se pénze, se kedve együttműködni az ESA-val, úgyhogy az ESA átmászott szépen az Európai Ügynökség, összebutorozott az oroszokkal, ami persze mindig kockázatos, mert volt arról adásunk nem is annyira rég, hogy hát az orosz marskutatási program az enyhén szólva nem a sikereiről nevezetes, ideértve persze a szovjet előtörténetet is, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a 60-as évektől kezdve egészen a 2000-es évekig igazából egyetlen egy olyan orosz, szovjet-orosz Mars szondát lehet felmutatni a nagyon sokból, ami maradéktalanul teljesítette a küldetését, ami azért egy igencsak rossz arány, és érdekes is, hogy miért. Mindegy, erről volt már adás. Ennek ellenére az ESA az megbízott az oroszokban, csak mondták, hogy majd az európai minőségbiztosítás az majd gondoskodik arról, hogy most ne legyen probléma. Lehet, hogy nem is lett volna. Teljesen megépítették az egész cuccot, az orosz leszálló egységgel együtt, aminek Kazacsok lett volna a neve, kicsi kozák, vagy olyan ismi, és arról gördült volna le ez a szerkezet, a Rosalind Franklin Rover, hát ez nem lesz. Az a legviccesebb az egészben, hogy ez az űrszonda 2 évvel korábban elindulhatott volna már, amikor még persze a látóhatáron se volt orosz-ukrán konfliktus, csak akkor éppen megint csak a minőségbiztosítás miatt úgy döntöttek, hogy hát még valami némi ejtőernyő tesztekre, meg ilyesmikre van szükség, meg beütött a Covid, az is lassította a teszteket, ezért aztán úgy döntöttek, hogy nem mennek neki, hanem inkább halasztják a 2 évvel később indítási ablakra. Ugye a Marshoz egyébként 2 évente lehet repülgetni, mert akkor vannak a bolygók olyan kedvező helyzetben, hogy hát relatíve a energia minimalista pályán el lehet repülni a Marshoz. Na, szóval, oké, ne keseregjünk, ez mind a múlté, hát mondom, és akkor most az van persze azért annyiban a jövője is, hogy most az ESA megint tárgyal a NASA-val erről, hát lehet, hogy lesz ebből valami, de hát ha lesz, az tuti, hogy a 2030-as évek zenéje. Akkorra meg azért már igencsak túlhaladottá válik majd a dolog, azt hiszem. Vagyis hát remélem, tehát azért addigra azért a Mars kutatás is el fog érni ezt-azt, például az amerikaiak egyébként a kínaiakkal versengve meg fognak kísérelni Mars mintát hazahozni. Amúgy a Mars felszínéről még nem hoztak Mars kőzetet. Rezsabek Nándi barátunk volt itt ebben a műsorban, nem is olyan rég, amikor kérdeztük a hát magyarországi viszonylatban is a legnagyobbak között levő magán meteorit gyűjteményéről, amiben több Mars kőzet is tartozik, de azok a Mars kőzetek természetesen meteoritikus formában jöttek a Földre. Tehát a Marsot eltrafálta egy nagyobb méretű becsapódás, aszteroida, egy kis, nagyobb meteoroid, vagy ilyesmi. Ne adj Isten vulkánkitörések a Marson, hogy hát ugye a Marson akkora vulkánokat látunk, ami tényleg a Olympus Mons alapterülete az lefedni a Kárpát-medencét, és az egész 25 kilométer magas. 23, attól függ, hova lőjük be az alapszintet. Ugye a Marson nincsen tengerszintet, itt van némi bizonytalankodás, attól függ, hogy hova definiáljuk, de mindenképp a naprendszer böhöm nagy vulkánja, a legnagyobb. Tehát, hogyha egy ilyen kitör, az valószínűleg önmagában is elég ahhoz, hogy némi kőzetet kispricceljen, ami aztán sose esik vissza a Marsra. Szóval a lényeg az, hogy persze a Marsról kirepültek kőzetek, ebből néhány eljutott a Földre, és szerencsére az űrszondás mérések alapján meg lehetett tudni az izotóp összetételből, hogy jé, de érdekes, ezek valószínűleg a Marsról jöttek. Ilyenjei vannak otthon a Nándinak is, meg ilyenjei vannak a NASA-nak is, meg az japánoknak, meg sokaknak. Ezeket rendszerint sivatagba vagy az Antarktiszon szedik föl, ahol úgy feltűnik azért, hogy ott egy bazaltkő, mert úgy amúgy itt a Dzsindzsásban nem vennénk ezt. Lehet, hogy itt is van egy csomó marsi kőzet, itt lemegyünk itt a mit tudom én, a Népligetbe, és lehet, hogy ott hever egy öklömnyi marsi kőzet, csak ugye itt nem tűnik föl. Ugye ezért vennek az emberek az Antarktiszra, meg a Szaharába, hogy ott aztán észreveszik, hogy na hát ez itt egy tájidegen valami. Na, oké, tehát a lényeg az, hogy ilyen módon vannak kőzeteink a naprendszer legrandomabb helyeiről, például a Marsról, viszont hát azért az lenne az igazi, hogyha egy űrszonda elmenne Marsra, és hozna haza kőzetet. Na, hát
az a nagy terv. És lehet, hogy a 2030-es években ez meg fog történni. Mindenképpen ez a terv, a NASA ezt tervezi. És egyébként a Perseverance, a mostan a Marson mászkáló jármű, annak kifejezetten az az egyik legfontosabb feladata, hogy ilyen mintákat gyűjtsön, és eltegye szépen magának. Illetve tartalék mintákat útközben leszórnak az út mellé. Amúgy ezt nem annyira értem. Tehát ezt valaki egyszer elmagyarázhatná nekem, hogy mostanában volt egy olyan hír, hogy a Perseverance nevű nagy amerikai hatkerekű marsjáró az azt csinálja, hogy útközben ugye gyűjtöget mintákat, azzal a céllal, hogy azt majd visszahozzák a Földre, ezt értjük is, el is teszi saját magába, ezt is értem, de az, az a szöveg, hogy tartalék mintákat, amiket ilyen hengerekbe begyűjt, azt útközben leszórja és megy tovább. Amit viszont annyira nem értek, hogy ennek mi az értelme, tehát igazából nyilván egyszer jön egy leszálló egység, és jó lenne az összes mintát egybe átpakolni és hazahozni, de hogyha közben megtesz, mit tudom én, 40 kilométert a Percy, és útközben leszórogatja a mintákat ilyen helyekre, az mindesetre fura nekem, hogy ez miért van, vagy mitől félnek, vagy nem tudom, tehát ez nem olyan, hogy félni kell attól, hogy felrobban a marsjáról, és meg semmisül, tehát semmi ilyesmi nincs. Tehát annyira nem értem itt a logikát, de mindegy, ez legyen az én bajom. A lényeg az, hogy zajlik a marsi mintagyűjtés, és már hát tervezik azt az űrszondát, ami majd odarepül, és ezeket a mintákat hazahozza. Mars felszínéről hazajönni azért az trükkös feladat, és azt még soha senki nem csinálta. Na de, ez nem 2023-ban fog történni. Mi fog történni 2023-ban az űrben? Hát ugye ezért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük. Nézzük először is, hogy hát nagyjából időrendi sorrendben nem feltétlenül. Mondjuk emberes űrrepülések tekintetében, hát megint itt vannak a dúsgazdagoknak a, hát nem mondanám, hogy baromságai, de hát mondjuk, hogy filantrópiai célú űrutazások, ugye a hideg kirázó az ötlettől, de a lényeg az, hogy van egy Jared Isaacman nevű igen-igen gazdag ember, aki ugye már egyébként megjárta a világűrt 2021. szeptemberében, ő volt az első teljesen magánfinanszírozású, teljesen magánorbitális repülésnek a, hát úgymond parancsnoka. Ugye ez egy automatizált repülés volt, a Dragon űrhajó, a SpaceX-nek a Dragon űrhajója magától fölment, mit tudom én, 10 napra, vagy valami ilyesmi. Ez volt az a csodálatos repülés, amikor azt az elejét az űrhajónak, ahol az dokkoló szokott lenni, az a kerek ajtó, amivel összekapcsolódik a nemzetközi űrállomással, azt lecserélték egy ilyen félgömb alakú gyönyörű üvegkupolára, vagy plexi, vagy én nem tudom micsoda, de egy jó nagy kupolára, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek, akik akkor fölmentek, akik mind-mind ilyen magánutazók voltak, 4 voltak emlékeim szerint, azért hívták Inspiration 4-nak a küldetést, Jared Isaacman volt a pénzember, és akkor ő hívott mindenféle embert, hogy utazzanak vele, keringtek szépen a Föld körül, és kinéztek ezen a kupolán, és hát olyan látványban volt részük, ami igazából az űrhajósoknak sem, mert hát ugye az űrhajósok, akik ilyen profi ízeik is közalkalmazottak, nekik nem jár ekkora luxus kilátás, legtöbb űrhajóban, hanem csak egy kis ökörszám ablak, amin kikukucskálhatnak. Az ISS-en van egy nagyobb menő kupola, de az is igazából egy több ablakból összeállított valami. Nem egy olyan, tehát ott is van mindenféle ilyen ablakkeret, ami ott zavarja a kilátást, hogy de ilyen, hogy tényleg egy üvegfélgömbbe az ember beáll és körülnéz, amerre akarna, ilyen itt volt először, ez igen-igen pöpec volt nyilván, na most vitvagával mindenféle érdekes embert, de hát mindegy, ez a bulvár rovat, ez ilyen komoly műsorban nem való, viszont azért ugyanakkor az van, hogy ez a Jared Isaacman ez nem állt le itt, hanem megkérdette a Polaris programot. Neki annyi rengeteg pénze volt, hogy akkor kitalált, hogy még legyen 3 repülés a nagy sikere való tekintettel, ami mind-mind ilyen lesz, hogy ő felmegy az embereivel, akiket ő kiválogat az űrbe. És mindnek a SpaceX a partnere. Na most ugye egyébként érdekes, hogy múltkor emlegettük, de ez a fikázzuk a Jared Isaacman, de hát semmi okunk nincs erre valójában, mert például amikor a Detre őrsel beszélgettünk múltkor, akkor fölmerült az, hogy a Hubble űrtávcsövet meg kéne emelni, mert hogy hát itt tök jól működik ez a kis távcső, de hát az a baj, ugye 32 éve fönn van az űrben, és szépen fékeződik a légkörbe. Hát amíg volt Space Shuttle, addig megemelgették a pályát, oda mentek, megemelték a pályát, de hát azért Lene pottyanjon szegényke, ha már még működik, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet. Na de mivel emeli meg az ember az ISS, vagy a Hubble-nek a pályáját, hát oda kéne menni egy űrhajóval, rá klattyanni és megtolni. Ez az, amire amúgy a NASA-nak nincs se pénze, se hardvere ebben a pillanatban. Viszont a SpaceX féle Dragonnal ezt elvileg meg lehetne csinálni.
De hát a NASA nem akar ezért fizetni. Viszont ugye ez a Jedi segment, tehát a Polaris program keretében ajánlották föl, hogy oké. Lehet, hogy az egyik ilyen küldetéssel, amit ő kifizetett, tehát ő megvett 3 repülést már előre a SpaceX-től, akkor majd jól megemelik a Hubble-t. Csak ki filantrópia, ugye? Hát ez tök jó, szép dolog. Na, oké, remek. De ez mondjuk ennek volna értelme. Na, de szóval a lényeg, hogy az egyik ilyen küldetés az most lesz márciusban, amikor Jared Isaacman fölmegy az embereivel, és ő, ez lesz az első alkalom, amikor magán űrséta lesz. Tehát a Jared Isaacman egyébként nem tudom milyen űrruhában, valószínűleg NASA-tól kunyerált űrséta ruhában, mert a SpaceX amúgy még nem fejlesztett ki saját űrséta ruhát, de ez lesz az első alkalom, hogy egy ember űrsétát hajt végre, úgy, hogy ő egy magánember. Tehát űrturisták már sok mindent csináltak, ugye, mondanunk sem kell, az ISS-t is rengetegszer meggyárták, rögtön a magyar származású, sőt magyar, hát mondjuk, hogy magyar, a ifjabb Simonyi Károly, Charles Simonyi, 2-szer megjárta az ISS-t űrturistaként, például. Most a Jared Isaacman lesz a második olyan űrturista, aki dupláz, tehát ő most márciusban lesz egy olyan ember, aki pénzt fizetett az, hogy felmenjen földkörüli pályára, és most másodszor is fölmegy földkörüli pályára, és most űrsétát is tesz, hát ez csodálatos. Na majd egyébként lesz még 3 másik repülés ebben a programban, de ez lesz, ez a március, és még 2 másik repülés a Polaris programban. A harmadik már a tervek szerint nem is a SpaceX-nek a Dragon űrhajójával fog zajlani, hanem a nagy Starship-el, amiről még szót fogok ejteni, mert hát ugye az mégiscsak egy korszakalkotó fordulat lesz az űrtevékenységben, amikor az megvalósul, és hát bizony, 2023-ban van esély arra, hogy látni fogjuk a Starship első földkörüli tesztrepülését. Az azért tényleg egy game changer lesz, ahogy mondani szokták, tehát az új át fogja írni az emberes űrtevékenységnek a mindent, a szabályrendszerét, a viszonyrendszerét, mindent. Na, de hát meg hisszük, ha látjuk, ugye? Márciusban vár, az biztos, hogy lesz ez a Polaris Dawn, Polaris hajnal nevű repülés, a Polaris program első repülése. Nagyon jó, magánűrséta. Na, de ott van április, hát azért legyen tudomány is. Szerencsére az Európai űrügynökség gondoskodik a tudományról. Egy fantasztikus küldetés, a juice. A juice, tehát a juice, ami azt jelenti, hogy, hogy lé, mert mind, hogy narancslé, ugye orange juice, vagy ilyesmi, vagy kakaó. Hát ugye nem úgy, hogy kakaó, mert a kakaó az nem juice, hanem amikor azt mondjuk, hogy van benne kakaó, vagy agygázt, vagy kakaót, ugye, akkor az ugye angolul a juice-t használják, vagy az, tehát van benne kakaó. Na, szóval a lényeg az, hogy a juice, az természetesen, a juice, az valójában, ahogy megszokhattuk ebben a műfajban, természetesen egy backronym, vagyis egy ráerőltetett betű szó. Ebben az esetben nem is annyira kretén a ráerőltetés, ez ugyanis a Jupiter Icy Moons Explorer, vagyis a Jupiter jeges holdjainak feltárására irányuló küldetés, amit az Európai űrügynökség fog indítani, valamikor április 14-e és 30-a körüli indítási ablakban. Ez egy 5 tonnás űrszonda, de az 5 tonnából egyébként 3 tonna üzemanyag, és így is 8 év lesz az, hogy odaérjen a Jupiterhez, mindenféle bonyolult hintamanőverek árán, például a Földhöz is vissza fog lendülni egyébként 2024. augusztusában puty visszalendül a Földhöz, hogy nyerjen még egy kis lendületet, úgymond, hogy aztán úgy módosítsa a pályáját, hogy aztán pályára tudjon állni a Jupiter körül 8 év után, 2030-as években ér oda, tehát, és ez azt jelenti, hogy ahogy a neve is mutatja, az ő célja nem magának a Jupiternek, hanem a Jupiter jeges holdjainak a feltárása. Ugye a Jupiternek van a 4 kis távcsővel is jól látható Galilei féle holdja, amiket maga Galilei látott meg először. Az Io, Európa, Ganymédész és Callisto, az Io az nem jeges, hanem vulkanikus, és az Io közelében nem is jó repülni, mert brutális mágneses tere van, meg ilyesmi, tehát az Io az egy nagyon érdekes hold, az egyetlen hely a Földön kívül, ahol tudjuk biztosan, hogy van aktív vulkanizmus, mert Vénuszon is előfordulhat, de az Ióról konkrétan annyira tudjuk, hogy már a Voyagerek óta rendszerint lehet látni konkrét vulkánkitöréseket. Tehát az Io az egy nagyon-nagyon izgalmas hely, de most ez az űrszonda azt elkerüli. Cserébe ott van a 3 másik hold, amelyek jegesek, vagy hát fagyott felszínük van, ami alatt valamiféle folyadék van. Az Európa esetében ugye például tudni véljük, hogy ez egy 100 km vastag óceán, és mivel, hogy ugye ez egy érdekes kérdés, hogy miért lehet olyan messze a naptól folyékony víz egy jégkéreg felszín alatt. Ugye ez izgi, mert hát ugye a felszín jeges, tehát miért nem fagyott be az aljáig, amikor tényleg ugye a Jupiter azért nagyon messze van ám a naptól, tehát ott azért nem elég a napsugárzás önmagában ahhoz, hogy olvadt állapotban tartsa a vizet egy légkör nélküli égi testen, mint az Európa.
hogy a, vagy akár a Callisto, vagy a Ganymedes. Na, szóval a kérdés az, hogy akkor hogy van ez? És persze úgy van ez, hogy ugyanaz a hatás felelős ezért, mint az Io vulkanizmusáért, ami nem más, mint a Jupiternek az árapály hatása, ami az árapály fűtés nevű valamit eredményezi. Tehát ezek a bolygók keringenek a böhöm nagy Jupiter körül, és persze, ahogy egyébként a Föld esetében is az árapály az mozgatja a vizet, és egyéb, ugyanígy most képzeljük el azt, hogy fordított eset van, tehát most nem az van, hogy körülöttünk kering a Hold, mozgatja a mi vizeinket. Na most persze a Jupiter körül kering az Európa például, az Európa belsejét is tulajdonképpen folyamatosan torzítgatja ilyen módon az árapály hatása a Benga nagy Jupiternek, és egyébként a rezonanciában keringő többi Holdnak, és emiatt aztán az a helyzet, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag hőt pumpál a belsejébe a torzítgatás. Ez egy folyamatos mechanikai feszültség, amit az árapály hatás pumpál a belsejébe a torzítgatás. Ez egy folyamatos mechanikai feszültség, amit az árapály hatás kivált a Hold belsejében, ami nem hagyja megolvadni. Tehát konkrétan ezért van folyékony köpenye az Iónak, vagyis magmája pontosabban, ami miatt vulkánkitörések lehetnek annak ellenére, hogy ez egy pici égítés, tehát ilyen értelemben ki kellett volna már hűlnie, mint a mi Holdunknak, de a Jupiter árapály hatás ezt nem hagyja, és ugyanez a hatás az, ami folyékony állapotban tartja a 100 kilométer vastag óceánt az Európán, ami egyébként azt jelenti, hogy ha összeszámoljuk, hogy oké, hogy az Európa az pici, picike égítés, olyan akkora, mint a mi Holdunk nagyjából, de a lényeg az, hogy 100 kilométer vastag az óceánja, így aztán összesség, míg a Földön mondjuk, mint tudom én, 5 kilométer vastag az óceán úgy átlagosan, vagy valami hasonló, úgyhogy hiába vagyunk mi sokkal nagyobb bolygó, de összességében több a folyékony víz az Európán, mint a Földön, és persze ilyenkor mindig fölmerül, hogy oké, akkor ott a jégkéreg alatt, ahol vannak ilyen gejzírszerű föláramlások, vagy ilyen kürtők ott lent, ahol feláramlik a Hold belsejéből a meleg anyag, akkor ott lehet, hogy ott lennének valami kemoszintetizáló élőlényeket. Persze nyilván nem lehet tudni, de ezt a küldetést is ezzel lehet eladni. Tehát ez oda fog repülni, keringeni fog a Jupiter körül, majd a legvégén a Ganymedes körül pályára áll 2034 végén. És tehát ez áprilisban indul ez az űrszonda, az ESA indítja az utolsó Ariane 5 rakétával Francia Guyanából. Majd beszélünk az utoljáról az Ariane 6-ról, de a franciák nagy nemzeti büszkesége és az ESA igáslova az Ariane 5 rakéta, hogy a James Webb űrtávcső is azon utazott. Úgyhogy az ESA hozzájárulás, egyik legfőbb hozzájárulása a James Webb program, az például az volt, hogy az Ariane 5 tetején mehetett föl. Most az utolsó, elbúcsúzik ez a sokat látott fantasztikus hordozórakéta, és az utolsó startján ráteszik ezt a Juice-t. Van magyar részvétel, egyébként ajánlom, az interneten meg lehet hallgatni, tök jó beszélgetést csinált a Planetology csapata, ők egy ilyen nagyon jó ismeretterjesztő portál, és van nekik olyanjuk, amit például a YouTube-on is meg lehet találni, Planetology beszélgetések 10. Néhány hete volt, és Frey Sándor volt a vendég, aki ugye a Wignerből jön, a kutatóintézetben tudományos főmunkatárs, aki benne van a projektben, és beszélt ilyen módon a magyar részvételről is, mert persze itt is van magyar részvétel, többféle. Egyrészt ugye a miskolciak fejlesztenek, az Admatis Kft., ami ugye ismert mindenféle ilyen űrkemencés viszonylatból, de most itt a hőtani tervezésbe vettek részt, mondta a Planetology beszélgetésekben Frey Sándor. De hát a Wigner kutatóközpont, a volt KFK-i, RMK-i is kivette a részét a fejlesztésből. Egyébként például ugye nem csak fedélzeti, hanem tesztműszerek fejlesztésében is, és akkor ide be tudnám csatornázni tanár nevű lelkes hallgatónknak az egyik kérdését, aki ugye megkapta karácsonyra a Magyarország és a Világűr című könyvet, amit itt is ajánlottunk a műsorban, meg volt róla külön adás, meg minden, és akkor azt mondja, hogy van egy ilyen kérdése, ami tök jó, és egyébként a Juice-hoz is kapcsolódik, hogy a könyv sokszor említi, írja tanár, hogy magyar tudósok és mérnökök a földi ellenőrző berendezésekkel járulnak hozzá a programhoz. Ez mit jelent pontosan? Most ugye itt is erről van szó. A földi ellenőrző berendezés az tulajdonképpen olyasmi, amivel felkészítik az adott űrbe készülő elektronikát, mondjuk akármilyen mérőrendszert, vagy fedélzeti számítógépet, vagy valamit,
tesztelik. Ugye az embereket, amikor felmennek az űrbe, akkor úgy gyakoroltatják az űrhajósokat, hogy beültetik egy szimulátorba, és a szimulátor az olyan helyzetekbe hozza őket, mint amiket az űrbe tapasztalnak, olyan problémákra, amiket meg kell oldani. Na most hasonló módon tesztelni kell nem csak az embereket persze, hanem az űrbe induló nyomtatott áramköröket, meg mindenféle ilyen elektronikát, ami megy egy ilyen rendszerbe. A lényeg az, hogy az van, hogy egy ilyen tesztelektronikát kb. Úgy kell elképzelni, hogy van az űrbe készülő egység, annak vannak mindenféle elektronikai bemenetei, arra rádugnak kábeleket, és akkor ezt mindenféleképpen tesztelik olyan jelkombinációkkal, jelerősségekkel, áramerősségekkel, helyzetekkel bombázzák ezt a rendszert, ami előfordulhat az űrutazás során, és megnézik, hogyan reagál. Tehát ez rendszerint egy ilyen elektromos tesztelési dolgot igényel. Most ez is persze piszkosul kell tudni a fizikát, mert nyilván, hogy az igazi űrhajósokat is valószerű helyzetekbe kell hozni a szimulátorba, meg kell nézni, hogy őre hogy reagálnak, akkor hogy reagál az űreszköz, meg minden. Ugyanígy tulajdonképpen az űrbeli körülményeket és az egész űreszközt le kell szoftveresen, hardveresen szimulálni valamennyire, és amikor teszteli az ember ezt a külön egységet, vagy hát legalábbis azt a részegységét az űreszköznek, amivel ő kommunikál, vagy amivel össze van kötve, ideértve a tápegységet, az adatfeldolgozó egységet, stb. Tehát mindezt lényegében szimulálni kell, amikor az ember mondjuk itt van, tessék, itt van egy plazmamérő, űre, ezért szerkezet, és akkor tessék, teszteljük le, hogy ő vajon jól reagál-e a mindenféle elektronikus értelemben előállított helyzetekre, de ilyenek a tesztműszerek, amennyire én értem, hogy itt miről van szó, és például ilyeneket is csináltak a Wigner Jenő kutatóközpontnak az űr csoportjában a műszerfejlesztők, akinek persze óriási tapasztalatuk van egyébként természetesen a Farkas Bercinél előbb, Big visszamenőleg, tehát már igazából a 70-es évektől kezdve magyar műszerfejlesztésben az űrben, vagy űreszközökhöz végzett fejlesztésekben az élen jár a társaság, és hát igen, bizony itt is természetesen kiveszik a részüket. Azt is kérdezi, és ez is ide kapcsolódik, mert azt is kérdezi tanár, hogy azt is leírják többször, hogy mivel magyar részvétel is van benne, ezért a magyarok az elsők között jutnak az adatokhoz. Ez pontosan hogy zajlik? Tehát ugye ez a vicc, hogy ezt Frey Sándor is elmondta az emlegetett interjúban, és hát ezt még akár magamtól is elmondhattam volna, tehát hogy az van, hogy azért éri meg beszállni ezekbe a projektekbe, mert akkor az embereknek kb. Lehetőségük van, a projekt részvételért cserébe előjoguk van arra, hogy először lássák az adatokat, amikből aztán tudományos felfedezéseket lehet tenni, és tudományos cikkeket lehet írni. És nem csak abból a műszerből, amihez ők beledolgoznak, hanem ez ugye megegyezésszerűen akár bármilyen más adatáról az adott űrszondának. Tehát, hogy például itt vannak ezek az emberek, akiket nagyon érdekli, mit tudom én, a Ganimédésznek a mágneses tere, és nagyon tudományos szempontból, akkor azok bevállalják azt, hogy meg kifejlesztenek egy ilyen tesztelektronikát, de amúgy egyébként ők nem feltétlenül mérnökök, vagy nem csak mérnökök, hanem konkrétan a bolygókkal foglalkozó kutatók, akik ezért cserébe megkapják ezeket az adatokat, amint lejönnek az űrszondáról. Most a történethez hozzátartozik, hogy mivel ez esetben például egy ESA projekt, ezért az európai adófizetők pénzéből épül, a mi pénzünkből, a NASA projektek, NASA amerikai adófizetők pénzéből, stb. Tehát azért egy idő után kötelező itt ezeknek az adatoknak közkincsé válni, de van egy embargó periódus rendszerint, ami azt jelenti, hogy aki tudja, hogy hol és hogyan keresse, az néhány év után magától is meg kell, hogy találja, akár az interneten, akár ilyen adatigénylés módján, de kötelező olyan adatbázisokban elhelyezni az űrszondák által begyűjtött összes adatot. Összes tudományos adatot legalábbis, nem tudom, hogy mérnöki adatokra ez igaz, de az összes tudományos műszer által mért adatot, fényképeket, adatsorokat, bármit, azt kötelesek olyan helyen elhelyezni, hogy igazából bárki ingyen hozzáférhessen, de csak egy idő után. Rendszerint van egy embargó periódus, ez néhány év, projektje válogatja, ameddig csak azok férnek hozzá rendesen az adatokhoz, akik benne vannak a jóban, és például a jóba ilyen módon lehet belekerülni, hogy az ember részt vesz a fejlesztésben. Na hát úgy, hogy hajrá, Juice,
irány a Jupiter holdjainak rendszere, mondom sem kell, hogy iszonyatosan érdekes lesz ez a küldetés. Sajnos még egyszer, ugye 8 év az út oda, tehát hogy oké, hogy idén elindul, de utána jó sokáig nem fogunk erről beszélni. Vagyis reméljük nem, mert ha beszélni fogunk róla, az általában rosszat jelent. Na de nem kell ennyit várni a Holdra repüléshez, és a Holdon azért lesz forgalom idén. Rögtön itt van, hogy júniusban az indiaiak megkísérlik megint az ember nélküli Holdra szállást. Ugye volt nekik egy Chandrayaan 2, a Chandrayaan az holdi, hát a Chandra az holdat jelent, a Yaan az meg, mit tudom én, ha jó, vagy ilyesmi, szóval, hogy a lényeg az, hogy hold eszköz, vagy hold repülő eszköz, nem tudom. A lényeg az, hogy a Holdra megy a Chandrayaan 3, ami a Chandrayaan 2-nek a részben megismételt verziója. Azért mondom, hogy részben, mert a Chandrayaan 2 annak idején az egy összetett űrszonda volt, amin egy leszálló egységet és egy keringő egységet is vitt a Holdhoz. Ebből a keringő egység tökéletesen működik, és azóta is a Hold körüli pályán kering, viszont a leszálló egységet sajnos oda csapták, pedig ez lett volna az első leszállás a Holdnak a rettenetesen érdekes déli sarkvidékén. Bizony. Na de ez nem jött össze. Nem sikerült, aztán meg is találták az amerikai űrszonda, a Lunar Reconnaissance Orbiter felvételei, meg aztán a Chandrayaan 2 orbiter saját felvételen is megtalálták a leszálló egységet, ami úgy tűnik, hogy hát oda csapódott szegényke, és nem a legjobb állapotba ért le, bár elérte a Holdat, de már nem tudott hazacsipogni. Ő is visz magával egyébként egy rovert, tehát egy hatkerekű guruló kis járművet. A Hold déli sarka az, mint tudjuk, azért nagyon érdekes, mert majd ott lesz a Hold bázis. A Hold déli sarka környékén ugye vannak olyan kráterek, ahova nem süt be soha a nap. Érdekes egyébként, hogy ezt a Börtön ablakába című dalt, ez tökre nem triviális, hogy ki írta. Tehát egyszer elkezdtem megnézni, hogy ki írta a Börtön ablakában című tábortüzes alapdalt, és egyre bonyolultabbá vált a helyzet. És na mindegy, ez nem ide tartozik. A lényeg az, hogy a Börtön ablakához nagyon hasonlóan egyébként a Hold déli sarkvidékén levő kráterekben sem süt be a nap, soha. Ami azt jelenti, hogy az ott felhalmozódott üstökös eredetű jég az nem olvad föl. Tehát az évmilliók során, sőt évmilliárdok során, de legalábbis évszázmilliók során, mondjuk inkább úgy, egyezzünk ki ebben, ott felhalmozódott rengeteg jég. És az ott van. Ami persze nyilván igencsak jó dolog egy holdbázishoz. Ezt meg kell nézni, meg kell keresni, meg kell találni. Ugye tök sötét van még egyszer, de a lényeg, hogy ennek a közelében, ahova azért még beszüremlik némi fény, ott fog leszállni a Chandrayaan 3 a tervek szerint júniusban. Hát nagyon izgi lesz. Hát ha már hold, akkor azért az is van, hogy az amerikaiak sem tétlenkednek, ami a holdat illeti, de most ugye van ez a Commercial Lunar Lander program, tehát az, hogy magáncégeknek fizet a NASA, hogy vigyenek a Holdra cuccokat, és ennek a demonstrálása az már csúszik egy ideje, de idén már állítólag tényleg kettő ilyen amerikai leszálló egység is eljut a Holdra, az Astrobotic meg az Intuitive Machines leszálló egysége, ami tehát azért lesz nagy szám, mert magáncégek. Tehát NASA pénzből, de, vagyis legalábbis a részben magáncégből, de NASA pénzből, de magáncégek jutnak el a Holdra. Viszont szintén júliusban, tehát egy hónappal a kínaiok után, hát ha lehet ennek hinni egyáltalán a jelenlegi helyzetben, de az oroszok is visszatérnek a Holdra. A régóta tervezett Luna 25 ugyanis elméletileg elindul Vosztocsnyiból, tehát az oroszok új távol-keleti űrrepülő teréről, a Soyuz Fregat hordozó rakétával. Nagyon kalandos történeti űrszonda, ugye 1976-ban repült utoljára szovjet űrszonda a Holdhoz, a Luna 24, azóta nem volt folytatás, most jön a Luna 25, ez egy pici és okos leszálló egység lenne, amit a 90-es évek óta terveztek, nagyon sokszor átterveztek, ahogy ez lenni szokott, lett volna úgy, hogy ez a japánokkal, vagy hogy az indiaiakkal közösen repül, tehát például pont a Chandrayaan program is lényegében egy indiai-orosz együttműködésből szakadt szét, mert az oroszok késlekedtek, az indiaiak végül úgy döntöttek, hogy megcsinálják egyedül a holdszondájukat, meg is csinálták. Csak nem sikerült vele múltkor leszállni, de most ugye újra próbálják júniusban, de júliusban az oroszok is elméletileg megpróbálják a Luna 25-öt, ugye a nemzetközi hírű orosz űrkutató intézet, az IKI, az Institut Kosmicheskih Isledovanyi Moszkvában, ugye itt a fő vállalkozó ebben a projektben. Ebbe is benne lett volna az ÉZA, tehát az ÉZA is egy jó kis navigációs kamerát rászerelt volna, de hát ugye jött az ukrajnai balhé,
vagyis hát nem bal, ne ízeljük ezt a dolgot, tehát ez a brutális háború, ami zajlik a szomszédban, és ennek köszönhetően ez az együttműködés is megszűnt, úgyhogy európai ügynökség műszer nem lesz rajta, konkrétan azért egy svéd műszer rajta lesz, tehát ez egy külön utas dolog, de a lényeg az, hogy hát ez egy orosz szerkezet, ez leszáll majd a Holdra szépen, és mindenfélét mér, lesz egy csodálatos robotkarja, hát igen, reméljük sikerül. Azért ez egy szép, szép kísérlet. Na jó, oké, mi várható még? Hát sok minden. Például, hogy szemezgessünk, ugye mi lesz hát ugye, amiről nem lehet tudni pontosan, hogy lesz-e, vagy inkább lehet tippelni, hogy nem lesz, de hát azért a hivatalos startnaplók szerint 2023-ra van beírva mindváig a Dear Moon nevű küldetés. A Dear Moon egy emberes hold körül repülés, nem akármivel, hanem a SpaceX által kifejlesztés alatt álló brutális Starship-el. Most a Starship, ugye, amit egyébként a NASA is pénzeli a fejlesztését, hiszen az Artemis programban is a holdkompot, azt a Starshipnek egy holdi változata fogja biztosítani az amerikai állami holdra szálláshoz, de itt van egy teljesen magánprojekt, aminek nem a Jedi Segmenthez van köze, hanem a Yusaku Maezawa nevű japán milliárdoshoz, aki egyébként szintén megjárta már a világűrt, ő az oroszokhoz fizetett be egy körre az ISS-en, hogy megnézze, hogy milyen az űr, de tetszett neki, vérszemet kapott, és meghirdette a Dear Moon nevű projektet, ahol hát kedves hold, nem jó? Olyan japános dolog, ez a kedves hold. Na és akkor az van, hogy meghirdette a honlapján, hogy mindenki jelentkezhetett, hogy szeretne menni a Holdra, és volt pályázat, több fordulós YouTube videót kellett csinálni, minden. És kiválasztottak 7 ilyen kreatív embert. Neki az volt a víziója, hogy kreatív embereket, zenészeket, költőket, akár ilyeneket kell megutaztatni a Hold körül. Most technikailag arról van szó, hogy a SpaceX-nek a nagy Starship űreszköze, korábbi nevén Big Fucking Rocket, ugye, felszáll, megkerüli a Holdat, és visszajön. Tehát nem áll Hold körüli pályára, egy olyan nagyjából 8-as alakú, tehát egy áthurkoló pályaívet ír le ilyen retrográd Hold körüli pályán, mint amilyet mondjuk az Apollo 13 csinált. Csak ugye ott nem ez volt az eredeti terv, de itt most ez az eredeti terv, hogy elrendül a Holdhoz, átlendül a Hold mögött, és vissza a Földre. Ennek megfelelően ez egy 6 napos küldetés. Na nézzük, kiket választott ki végül. Egy Steve Aoki nevű japán származású amerikai DJ-t, aztán aztán Tim Dodd, na őt talán ismerhetjük, akik szokolébresztőt hallgatnak, azok talán nézik a YouTube-on az Everyday Astronaut nevű space vlogger, űrvlogger tartalmait is. Hát az Everyday Astronaut, ez maga Tim Dodd, akit kiválasztottak. Tehát tök jó, egy űrös youtuber elvileg megy a Holdhoz, aztán itt van egy Yemi Dele, vagy Deal Deled, valószínűleg inkább nigériai apukától származó, ám de cseh koreográfus, táncos. Tehát ő gyakorlatilag súlytalanságot és a Hold által biztosított élményeket fogja kihasználni a kreatív munkára. Hát, hogyha tényleg megvalósul a Starship, abban lesz nagy hely. Tehát ez tényleg akkora, mint egy tánctér. Tehát ott azért lesznek lehetőségek. De Rihanna Adam nevű író is megy, tehát az irodalom is képviselve lesz. Egy Brenda Hall nevű filmes, róla nem nagyon találtam semmit, van egy Dev Joshi nevű indiai tévészínész, Bollywood szupersztár, és megy szépen, és egy K-pop, vagyis egy koreai popzenész is megy, aki Choi Seong-hyunnak hívnak, és persze természetesen maga Yusaku Maezawa-san is ott lesz a fedélzeten. Na most még egyszer, nyilván nem fog ez 2023-ban megvalósulni, mert a Starshipnek még az első földkörüli próbarepülése is akkor fog megvalósulni 2023-ban, ha minden a legjobban zajlik, és nem hiszem, hogy utána rögtön a második vagy harmadik repülésre fölraknának egy csapat ilyen lajizét, hogy mondjam, csak ilyen muglit, vagy hogy dilettánst, vagy ide nem profi űrutazót, hogy tessék, menjetek, kerüljétek meg a Holdat, és gyertek vissza a Földre. Bár hát Elon Musk-tól azért láttunk és hallottunk dolgokat. Na, bekapcsolom a telefonokat, mert itt közben eldumáltam az időt, és persze az a szokás, hogy 3-4-kor bekapcsolom.
215-37-73, de közben robogok tovább, hogy mi minden várható még idén. Tehát itt a negyedik negyed évben kipróbálja például az Európai Űrügynökség az új rakétáját. Ezt mondtam, hogy az Ariane 5 az nyugdíjba megy, de az Ariane 6 az jön, ami hát egy kb. Ugyanolyan tolóerejű, vagy ugyanolyan földkörüli pályára kb. Ugyanannyit tud felvinni a nagyobb változata, 22 tonnát, ami kicsit több, mint amit az Ariane 5 tud szállítani. Ez lesz az új igásló. Amúgy két változatban készül, az egyiknek 2 szilárd hajtóanyagú segédrakétája van, az az Ariane 6-2, és a másiknak 4, ez az Ariane 6-4, az utóbbi az, ami 22 tonnát tud földkörüli pályára vinni. Ez egy jó, erős, közepes teljesítmény, hát nyilván nem egy olyasmi, mint az SLS, vagy mint a Starship, de azért egy ilyen komoly cucc. Viszont a negyedik negyedévben, és erről biztosan, hogy még idén többször is szeretnék Szentpéteri Lászlóval beszélgetni, akit néha el szoktunk idehívni, a nagy örömünkre el is szokott jönni. Ugye ő a kelet-ázsiai űrprogramok nagy ismerője, és az indiaiakról már beszéltünk a Chandrayaan kapcsán, de lesz Gaganyaan is, ami emberes űrhajó. Tesztrepülés, ember nélkül, idén indiai űrhajó, és jön egy telefon, fel is vesszük. Haló, Szokol ébresztő. Igen. Jó, magam is meglepődtem, hogy ide telefonálok. Ezzel a SpaceX-el kapcsolatban. Igen. Mostanában Musk úrnak a financiális hátterével kapcsolatban elég megdöbbentő hírek, meg egyáltalán az amerikai gazdaságban, vagy a nemzetközi gazdaságban felvásárlásaival kapcsolatban azért elég meglepő dolgok történtek. Szerinted igen. Az ő gazdasági háttere az mennyiben, hogy mondjam, meríthet, vagy támaszthat kétséget a felől? Hát, ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert szeretném... Leraknám és hallgatnám. Jó, oké, köszönöm. Köszönöm szépen. Szóval ugye az van, hogy igen, tehát azért vannak hajmeresztő műveletei az embernek, viszont itt a NASA azért benne van az, pont azért, mert hogy az Artemis program, ami a NASA-nak a Hold programja, az is használja egyébként majd Holdra szálló egységként a Starship-et, ezért aztán az a csodálatos, hogy végül is az amerikai adófizetők pénzelik ilyen módon a SpaceX-nek. Hát igazából igen, tehát a SpaceX-nek eleve a messze a legnagyobb ügyfele az az amerikai kormány. Hiszen a SpaceX rakétáit használják igen gyakran az amerikai katonai és polgári műholdak pályára állításához. Az ISS-hez a SpaceX viszi fel az űrhajósokat most már, illetve igen, a Hold programban éppen a Starship fejlesztése is kap pénzeket a NASA büdzséből. Érdekes, hogy az Elon Musk meglepően keveset kért a NASA büdzséből az elején, de attól még... Tehát, hogy pont azért volt ő egy jó pályázó arra, hogy a holdra szálló egységet kifejlessze, mert sokkal olcsóbb ajánlatot tett le az asztalra, mint a többi cég. Én viszont azt gondolom, hogy hát azért még így is igazából rengeteg amerikai kormánypénz áramlik be, akár a hadseregtől, akár a NASA-tól a SpaceX-hez. És mivel ez így van, ezért szerintem az, hogy a Musknak az egyéb vállalkozásai, mit tudom én, csődben mennek, vagy mit tudom én, bezár a Twitter, vagy micsoda, vagy nem megy a Tesla, vagy nem tudom, vagy valami hülyeséget csinál, az, hát én azt hiszem, hogy nem volna szabad, hogy ez befolyásolja annyira ezt. Én azt gondolom. Tehát mindegy, de hát ez az én magánvéleményem, nyilván nem vagyok egy szakember ebben sem. Viszont ha már az Artemis 2, vagy az Artemis a NASA Hold programja szóba került, akkor azért még az megjegyzendő, hogy az is 2023-ban lesz, hogy megtudjuk, hogy kik repülnek majd 2024-ben a Hold körüli pályára. Viszont nem csak a japánok fognak, vagy nem csak ez a Maezawa úr és műkedvelő csapata fog eljutni a Hold térségébe, hanem 2024-ben a tervek szerint az Artemis 2, az Orion űrhajó is, amit most próbáltak ki ember nélkül, tehát azt már legalább kipróbáltak, és tökéletesen sikerült, ugye, az Artemis 1 küldetésen 2022 végén, na az lesz emberekkel megismételve, ez lesz az Artemis 2,
lesz rajta négy ember, és hogy ki lesz az a négy ember, az 2023-ban fogják bejelenteni, és ha már, akkor azért nézzük, mi van magyar földön, mert hát a magyar űrhajós program is minden ellenére azért elméletileg még zajlik, vagy zajlani fog a Hunor program, a Hungarian to Orbit, azaz Hunor. Na most ugye az van, hogy egyébként ez is SpaceX bekötésű dolog, mert a Houstoni székhelyű Axiom Space nevű céggel üzletelt a magyar állam, amelynek eredményeképpen fog megvalósulni a magyar űrrepülés, azt hiszem 2024-2025-ben, de hogy ki repül, azt ugye még nem lehet tudni, de már kiválogatták a négy fős keretet, akiket így a hetekben fogja megnevezni majd az űrkutatásért, űrtevékenységért felelős miniszterhelyettes, Ferenc Orsolya, és, vagy miniszteri biztos, ugye ezt azt nem így kell mondani, tehát űrtevékenységet felelős kormánybiztos, miniszteri biztos, pontosabban Ferenc Orsolya, és ő fogja nyilván bejelenteni, hogy ki az a négy ember, akiből az egyik lesz elvileg a Hunor, vagyis a Hungarian to Orbit. Na most természetesen itt, ahogy ezt el szokás mondani, azért ez nem egy PR akció, bármennyire is úgy tűnik, hanem itt az van, hogy az a magyar ember magyar kísérleteket visz föl az űrbe, magyar tudományos tevékenységet fog folytatni, stb. Remélhetőleg sikerül lesz maximálisan kihasználni majd, de hát ez még igencsak a jövő zenéje, de azt is 2023-ban fogják bejelenteni, hogy ki az a négy. Na de, szeptember. Ja, még valami, egy új űrhajót azért emberrel kipróbálnak még idén. Ja, éppen a telefonáláskor mondtam, hogy ember nélkül elvileg az indiaiak a három személyes kis űrhajójukat ki fogják próbálni, és itt egy telefon, úgyhogy azt hiszem, hogy aztán már nem fogok ma végére érni. Halló, szokolébresztő! Halló! Igen. Elhúztok, már beszéltünk egyszer. Visszatérhetünk egy pillanatra a Juice, hát látom már a műsorod vége van. Igen, igen. Röviden. Úgy az volt a kicsengése a bejelentésnek, hogy a magyar fél is részt vesz, ugye a KFK Jeremi, igen. De csak földi ellenőrző lesz. Nem csak. Ez ja, nem. Fedélzeti műszerekkel is. Egészen igen. Konkrétan repülő fedélzeti műszer is van. Így van. Pontosabban a plazmamérő műszereknek a kiegészítő áramkör és ellátása, és ennek a tesztelője, ami a földön marad. Ez annyira biztos, hogy én is részt vettem benne. Igen, nagyon jó, köszönjük szépen. De ha ez lett volna a kicsengés, akkor természetesen jó, nem. Hát, ha valaki így gondolta. Igen, igen, igen. Ja, egyébként, hogy az utolsó Ariane lesz a miénk, az nagyon biztató, csak egy kicsit ijesztő is, mert ha tényleg az utolsó és valami baj van vele, akkor elmaradhat az egész baj. Ajjaj. Volt már ilyen, mert a Rosettánál is, ha még emlékszünk, évvel ezelőtt volt egy hasonló dolog. Na hát igen. És egyébként köszönöm. Nagyon köszönöm. Hát igen, na most ez kár, hogy ez csak ilyen rövid, mert tényleg a műsoridő vége, azért még én is visszakérdeztem volna ezt, de az biztos, hogy amikor fölmegy a Juice, akkor még lesz erről beszélgetés. Így van, Vizi, Pali vagy valaki majd jön. Na viszont a lényeg az, hogy mit akartam? Ja igen, igen, az indiaiak kipróbálják ember nélkül az űrhajójukat földkörüli pályán, az majd nagykorában három embert fog szállítani, de most még ember nélkül tesztelik. Ez már 2020-21-ben meg lett volna, csak jött a Covid meg a csúszás, ahogy ez lenni szokott. Na most viszont az európai helyett az amerikai Crew Transportation Program, tehát ugye mondtam, hogy a SpaceX viszi fel az embereket az ISS-re, amerikai részről. Na de nem csak a SpaceX kapott ilyen megbízást a NASA-tól, hanem a jó öreg Boeing is, aki csinált egy hát tulajdonképpen egy update-elt Apollo űrhajót, amit elneveztek Starliner-nek, amit ki is próbáltak ember nélkül már kétszer, de az első kipróbálása 2019 decemberében az egy elég csúfos szoftverhiba miatt sajnos úgy járt, hogy bár hardveresen úgy tűnt, hogy minden oké az űrhajóval, de pont egy számítógépes hiba miatt nem tudtak összekapcsolódni az ISS-szel. Márpedig ez lett volna a feladat az ember nélkül tesztrepülésen. Ezért aztán meg kellett ismételni ezt a tesztrepülést, ami nagyon sok halasztásnak esett áldozatul, tehát amikor tavaly Amerikában voltunk nyáron, akkor arra bazíroztuk, hogy ennek a startját 2021 nyarán megnézhetjük, de akkor felfedeztek a start helyen valami olyan üzemanyag szivárgási, vagy ilyen korróziós problémát ott tulajdonképpen az űrhajó belsejében, ami egy brutális halasztást eredményezett, és végül csak 2022 májusában zajlott le a Boeing Starliner ismétlő küldetése, ember nélkül, amiben
amiben már sikeresen összekapcsolódott az ISS-szel és visszajött, és ez kellett ahhoz, hogy végül zöld utat kapjon az első emberes repülés, ami viszont áprilisban most már elméletileg, ha minden oké, tényleg meg fog történni. Egyébként a Boeing Starlinerrel kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy hát az Atlas 5 rakéta viszi föl, de az Atlas 5 rakétát azt ki fogják vezetni a forgalomból, úgyhogy jó kérdés, hogy mi fogja ezt majd felvinni. Paradox módon az egyik rakéta, amivel kompatibilis, az pont a konkurens, a SpaceX-nek a Falcon 9-es rakétája, tehát lehet, hogy majd az lesz, hogy Boeing Starlinereket fogunk Falcon 9-eseken fölmenni látni. Meg vagy hát a Vulcan rakétával is kompatibilis, ami szintén az Atlas 5 és a szintén kimenő Delta 4 helyett a United Launch Alliance-nek, hogy az amerikai nagy hordozó rakéta fejlesztő izéje, hogy hívják ezeket? Konzorciumának az új rakétája, ami elméletileg szintén 2023-ban valamikor az első negyed évben, tehát nem is annyira soká fog elvileg debütálni. Hisszük, ha látjuk. Na még valamiről mindenképp szót szeretnék ejteni, de maradt egy percünk, úgyhogy ezt nagyon gyorsan fogom ledarálni. Igazából kettőt is szeretnék elmondani, de az egyik az, hogy amit hát a műsor előképére esztettem rá, tehát akkor már igazából erről mondjunk valamit, hogy jön a fantasztikus Psyche, vagyis Psyche nevű űrszonda, ami a 16-os számú Psyche nevű kisbolygóhoz fog repülni 2023. október 10-én startol, de csak 2029-ben ér oda, de ez egy olyan égitesthez repül a naprendszerben, amihez hasonlóhoz még soha nem repült űrszonda. Rezsabek Nándi elmondta nekünk, hogy a meteoritok között túlnyomó többségben vannak a vasmeteoritok, egyszerűen azért, mert az könnyű felfedezni a Földön, mert egy vasdarabot látunk az utcán, azt jobban feltűnik, mintha egy kődarabot, de valójában a naprendszerben elég ritkák tulajdonképpen az olyan égitestek, amik vasból vannak. Most itt az a történet, hogy alig ha nem, a Psyche kisbolygó is egy korabeli bolygó kezdeménynek a vasmagja, ami aztán valami kozmikus kataklizma ütközés, vagy akármi sor bolygó kezdeménynek a vasmagja, ami aztán valami kozmikus kataklizma ütközés vagy akármi során lerepült a többi részre a bolygó kezdeménynek, és ott maradt a vasmag. Na ez a Psyche nevű kis bolygó, ami egy óriási nagy gömb alakú vastömb valahol. Nagyon érdekes lesz, mert ilyen fajta nyilván nem alt, tehát most majd bele lehet kötni, de hát, hogy mik a pontos szilikát összetételek, azt majd megtudjuk a Psyche űrszondától, ami Psyche, nyilván így mondják az amerikaiak, de a lényeg az, hogy ez október 10-én idén fog elindulni ehhez a soha nem látott típusú égitesthez, és ha már ilyesmi, akkor szintén egy őszi esemény, hogy szeptember 24-én jön vissza a Bennu kisbolygóról vett minta. A 94. Szokolébresztőben 2020. októberében megbeszéltük, hogy volt egy űrszonda, ami egy másik fajta kisbolygóból vett mintát, mégpedig egy olyanból, ami nem egy ilyen differenciálódott bolygó kezdemény vasmag, hanem pont egy olyan érintetlen ősanyag a naprendszernek, ami soha nem tömörült össze még bolygó kezdeményé sem. Tehát ilyen naprendszer ősanyag, maradék anyag, tulajdonképpen a Bennu kisbolygó, ahonnan 2020 októberében mintát vett az Osiris Rex nevű űrszonda, és természetesen az a rossz hírem, hogy az Osiris Rex is természetesen az emberiség elleni büntet, de hogy az is egy betűszó, az Osiris Rex, igen. Tehát az Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security and Regolith Explorer. Tehát ez, na jó, oké, tehát ez konkrétan ezt büntetni kéne. A lényeg az, hogy Osiris Rex az egy betűszó, ez az űrszonda, jön visszafele, és a jutai sivatagba fogja a mintakabint lepottyantani, amelynek eredményeképpen 60 g-nyi anyagot kapunk, felbecsülhetetlen értékű naprendszerős anyagot a Bennu kisbolygóról, leszáll kis ejtőernyővel a kis kabin, és a mormonok földjén ott a sivatagban összeszedik. Na, nagyon jó lesz, minden a lehető legnagyobb rendben, kivéve az, hogy bizony, hát azt hiszem, hogy lejárt az adásidőnk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. A Szokolébresztő az persze visszahallgatható a Tilos Archívumban, de ott van nekünk a szokolébresztő.hu, sokolébresztő.hu honlapunk is, ahonnan mindenfélét elértek, és onnan át is lehet kattintani a Parallaxis Univerzum összes többi izéjére, például a podcastokra és hasonlókra, amiket csinálunk még hasonló témákban. Például science fiction filmek összevetése a tudománnyal, meg minden ilyesmi, érintőlegesen űrbekötésű dolgok. Na, de hát ennek itt most vége van, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én pánikszerűen elhagyom a fedélzetet 10 óra 2 perckor,
jó napot, jó hetet és boldog új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.